Szép délutánt kívánok mindenkinek, aki a képernyő előtt ül a Magyar Asztronautikai Társaság nevében. Nevem Maradi István, az idei űrakadémia klub előadássorozatunk főrendezője vagyok, vagy az egyik rendezője. Idén ez már a második űrakadémia klubunk a kibertérben, és hát békeidőben ezeket húsvér emberekkel, húsvér szobában, előadótermekben tartjuk, viszont a vírus miatt mi is átköltöztünk a kibertérbe. Cserébe viszont lehet, hogy sokkal többen tudják hallgatni ezt az előadást, mint amennyit a teremben tudnánk vendégül látni. Ma este Bárci Tamás, a Miskolci Admatisz Kft. Ügyvezetője ad elő nekünk élőben Miskolcról, én innen Török Bálintról jelentkezem be, és a hallgatóink azok szanaszét lehetnek most itt Magyarországon és a környező országokban. Az anyagok csodálatos útjáról fog beszélni, hogy hogyan válnak űrtermékké, vagy persze néha űrszemélyté is. Az előadásának a címe az egy fantasztikus cím, amit szerintem sokan láttak a meghívóban, és az alapján kattintottak ide, hogy mire a vasból űrhajó, a műanyagból űrruha, vagy az üvegből űrtárcsó lesz. Az anyagok bonyolult útja az űriparban. És néhány szót Tamásról, az előadóról, aki egy fiatal ember. Tamás 1978-ban született, úgyhogy alig 42 éves, egy jó tízessel fiatalabb, mint én vagyok. Az Admatisz Kft. Ügyvezetője. 2005-ben végzett a Miskolci Egyetem anyagtudományi karán, és mindjárt végzése után az akkor már édesapja által megalakított Admatisz Kft.-nél kezdett el dolgozni, akinek vagy aminek azóta 2010-től már az ügyvezetője is. Egy nagyon jó hír és szép hír, hogy az anyagok terén végzett kutatás fejlesztési eredményei elismeréseként édesapjával 19-ben Miskolc városától Hermann Otto tudományos díjat kapta. És Tamást hallottam már előadni, nagyon jó előadó, és hogy stílszerű legyek, mindig talál valamilyen űrügyet, amivel szórakoztatva, oktatva le tudja tökötni a hallgatóságát. És hát azon kevés előadók egyike idehaza, aki amiről beszél, azokat fel is vitték az űrbe. Fogjuk majd hallani az előadása közben, hogy mely termékeik repülnek odafönt. Úgyhogy jó szórakozást kívánok mindenkinek a MAN nevében, és akkor Tamás, át is adnám neked a szót. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Nagyon-nagyon szép színes szavas körvezető volt, írulok mindenféle jót hallottam magamról. Valóban kicsit kacifántos címet választottunk közösen az előadásomnak, ez a vasból űrhajó, műanyagból űrha, üvegből űrtárcső lesz, anyagok bonyolult útja az űriparban. Figyelemfelkeltő cím, igazából én két nagy részre osztottam a mai előadásomat, a mai mesét. Először szeretnék mesélni magáról az űriparról. Ugye az előző előadásban, a mantos előadásban Kis László mesélt a Keops missziónak a science oldaláról, azaz tudományos oldalról, miért érdekes egy projekt, a Keops projekt különösen. Én pedig arról szeretném itt az első részben megvilágítani a dolgot, hogy úgy általában hogy néz ki az űripar, miben különbözik az űrkutatástól, és a második részben pedig reflektálva az előző adásra a Keops projekten keresztül gondolom bemutatni azt, hogy egy valós műholdnak valós alkatrésze milyen stációkon megy keresztül, mire az eljut az űrbe. Itt a felvezető dián több nevet is lehet látni. Megemlíteném Szőke Jánost és Kovács Zsoltot és az egész Admatis tímet. Ők voltak a Chaos Team projektnek a projektmenedzseri az Admatisnál. És ez a cég filozófiája is, hogy mi mindig csapatban gondolkodunk, tehát az, hogy itt most éppen érdelek elő, az éppen a talajnak, éppen a véletlennek is lehet köszönhető. Én egy kérdéssel kezdeném, tudom, hogy senki nem fog rá válaszolni, vagy ha válaszol, akkor azt nem is fogom hallani, de tulajdonképpen próbáljuk megfogalmazni azt, hogy mi a különbség egy tornacsuka, és a jobb oldalon látható űrben keringő valami, ezt most találom, hogy egy műhold között. Tulajdonképpen már a kérdésre jó, mert sokkal könnyebb különbségeket találni, mint hasonlóságokat, de hogy néhány tulajdonságot, néhány gondolatot itt felvillantani. Hát az egyik, hogy a commerce kereskedelmi forgalommal kapható termékek, most itt pont egy tornacipő, az olcsó,
azok a dolgok, amik űrben mennek, azok drágák. És most még itt az eladás elején nem lennéltük, hogy miért drága, mitől kerül sok pénzbe valami, ami fölmegy. Gondolnánk, hogy azért esetleg meg különleges anyagok vannak benne, és meg fogjuk látni, hogy nem biztos, hogy azért drága. Ugye, ami kereskedelmi forgalomban van, azok tucat termékek. Ezrével, tízezrével, százezrével gyártják, míg amik az űrben mennek, azok döntő többségében egyedi berendezések, szinte azt lehet mondani, hogy prototípusokat juttatunk az űrbe. Az egyiket könnyű gyártani, a másikat nehéz, az egyik rövid idő alatt elkészül, a másik nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő, mire eljut oda az ötlettől a fellövésig. A tornacipőt, hát én azt írtam ide, hogy bárki tud ilyet csinálni, nyilván ez nem igaz, de mondjuk úgy, hogy nem igényel olyan nagyon nagy technológiai tudást és befektetést, mintha valaki az űrbe szeretne menni. De mégis azt tudom mondani, hogy az igazi lényegi különbség az az, bal oldal és a jobb oldal között, hogy a műholdaknak és minden űrbe menő eszköznek, alkatrésznek megbízhatóság az a legfontosabb tulajdonság. A hosszú ideig kell úgy működni, hogy nem lehet beavatkozni. Miért különleges űrbe menni, űrbe juttatni valamit? Mi az, ami ott más, mint amit? Hát egyrészt baromi hideg van. Nagyon nehéz megmondani, hogy hány fok, mert ugye az űrben vákum van, a semminek ugye nincsen hőmérséklete, tehát ezt úgy szokták mondani, hogy ha valamit fölvisznek, akkor annak a tájnak a hőmérsékletével szokták jelezni az űrnek a hőmérsékletét. De mikor mi különböző modellezéseket nézünk, és a mély űrben nézünk, akkor közel 0 Kelvin, 3-4 Kelvines hőmérséklettel számolunk, de amikor földkörüli pályán kering egy műhold, akkor nem ritka a mínusz 50, mínusz 100, esetleg mínusz 200 fok is, amilyen környezetben ezeknek működni kell. És az még csak hagyján, hogy hideg van, de ez a hőmérséklet ciklikusan változik. Tehát amikor műholdakról beszélünk, ami mondjuk esetleg döntő többségében a Föld körül kering, akkor rásüt a nap, árnyékba kerül, rásüt a nap, árnyékba kerül, bizonyos időközönként fölmelegszik és lehűl, és gondoljunk csak az anyagoknak a hőtárolására, iszonyú erők tudnak fellépni a műholdnak a fedélzetén. Természetesen az űrben vákum van, nem olyan könnyű ezt a Földön előállítani, bár vannak vákumkamrák, viszont amit nem lehet előállítani, az a gravitációnak a hiánya, a különböző mozgató mechanizmusokat nagyon-nagyon nehéz itt a Földön tesztelni, hogy vajon hogyan viselkednének akkor, amikor nem hat rájuk a gravitáció. Ugye a Földet körülvesz egy valamilyen légkör, egy valamilyen mágneses tér, ami a Föld felszínét védi a kívülről jövő különböző sugárzásoktól. Minél messzebb távolodunk a Föld felszíntől, annál erősebb ez a sugárzás, ami az anyagok nagyon hamar tönkremeneteléhez vezet. Nagyon fontos az, hogy nincsen szerviz. Tehát amikor az a valami, az a műhold, az a rakéta, az oda kerül a kilövő állomásra, az az utolsó pillanat, amikor még be lehet avatkozni, amikor bármihez hozzá lehet nyúlni, javítani lehet, amikor azt fellőtték, alágyújtanak, utána hosszú-hosszú éveken, ritka esetben előfordul, évtizedeken keresztül annak működnie kell. Óriási kihívás, nincsen szerviz, nem lehet megjavítani ezeket a dolgokat. Amikor például arról beszélünk, hogy a műholdak egy része az egy távcső, tulajdonképpen egy bazi nagy föld körül keringő fényképezőgép, akkor annak például tisztának kell lenni. A tisztaság alatt pormentességet értünk, amikor ezek keringenek a föld körül, nincsen levegő, ami a műhold felületéről leváró porszemcséket esetleg el tudná távolítani, amikor megyünk autópályán, lehúzzuk az ablakot, érezzük, hogy a légáramlat az elég erősen tisztítja is az autót. A műholdaknál ez nem így van, hogyha a felülettől elszabadul egy porszemcse, és az a porszemcse mondjuk a tükörre, a detektorra rossz helyre esik, és mondjuk kitakarja, nem tudom, Németországot, akkor itt a földfelszínen lesz egy pár bosszús ember, tehát ez nem megengedhető. Nyilvánvalóan korlátozott a tápellátás, nem lehet konnektorba dugni, korlátozott az üzemanyagtájoknak a mérete, és azt az egészet megspékeli az, hogy amikor fellőjük a műholdakat, ott csücsül a rakéta orrában, akkor egy nagyon-nagyon agresszív, rezgő, vibrációs környezetet kell tudni kiállni. Sokan azt gondolják, hogy az űripar az nem is egy jó szó, meg mi az, hogy ipar, meg miért lehet itt iparról beszélni, mert olyan van, hogy autóipar, meg olyan van, hogy gyógyszeripar, meg sokféle ipar van, de az űr az hogy lehet már ipar?
Hát én itt egy adatot szeretnék mutatni, illetve van itt több adat is, de mondjuk néhány számot erről. Itt 2018-ban azt lehet látni, hogy a világ űripara az 360 milliárd dolláros üzlet volt. Magyarul mondva, ez nem azt jelenti, hogy néhány kockás inges, kócos tudós a sarokban csavarhúzó, ha bütyköl valamit, és valami nagyon-nagyon menő műszert előállít, amivel megmér valamit, amit senkit nem érdekel, hanem itt igenis komoly iparág épült erre. Nem akarok belemenni, hogy a mai embert mennyire szorosan érinti az űrtevékenység, csak ez a szám is bizonyítja, hogy rengeteg ember dolgozik ezzel. Amiről én szeretnék beszélni, ami az Admatis Kft-nek egy fő profilja, az ez a 19,5 milliárd dolláros kis szelet, az egésznek ez egy kis szelete, amit műhold gyártásnak, fejlesztésnek hívnak. Én itt összeszoroztam, hogy a 19,5 milliárd dollár egy durván bő 300 forintos árfolyammal számolva mennyit jelent, hát azt lehet számolni, hogy annyi nulla van, hogy ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ez mennyi forint. Ezért segítettem, hogy ez nagyjából egy 6000 milliárd forint évente, ami csak erre a kis szeletre megy el. Magyarul mondva, üzleti szempontból azt gondolom, hogy érdemes ebben a bizniszben részt venni. Az egész űripar 3%-kal nőtt 2018-17-hez képest, és azt lehet látni, hogy a műhold gyártás iparág is 26%-kal nőtt, tehát egy előremenő, prosperáló, nagyon-nagyon ígéretes piacon lehet dolgozni, aki ezt választja. Még néhány számot. Nagyjából most 2100 működő műhold van a Föld körül. Ezt valaki megépítette, ezeket a műholdakat. Itt azért az látszik, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a fölénye az megmutatkozik, körülbelül a 2100-ból 900 az körülbelül a USA műhold. Körülbelül 60 országnak van műholdja, büszkén jelenthetjük, hogy most már Magyarországnak is, nem is egy, hanem kettő, még a kicsik is, és évente, hát itt egy elég széles zónát adtam meg, 100-400 műholdat lőnek fel, ami azt jelenti, hogy ez nem egy kis szám, és ez egyre nő, nyilván azért nő, mindenki hallotta az Elon Musknak a sztoriát, tehát most már nem egyesével, hanem csomóba, fürtökben lövik fel a műholdakat, egyre kisebbek, egyre olcsóbbak, de akkor is ez a több száz, ez a szám, ez azt jelenti, hogy ennyit elő is kell állítani. Ha egy gyors osztást végzünk, hogy mennyi az űri a műholdgyártásra szám pénz, és mennyi műholdat lőnek fel, hogy nagyon-nagyon durva számot kapunk, hogy 65 millió euróba kerül egy műhold, nyilván nincs egyetlen egy műhold sem, pont 65 millió euróba kerülne, de mégis ezt lehet mondani, ez egy átlagos szám, és ha figyelembe vesszük, hogy a felült műholdaknak egy viszonylag jelentős része az diák műhold, azaz olyan felsőoktatási intézmények diákjai által előállított műhold, ami tulajdonképpen oktatási célokat szolgál, és nyilván sokkal kisebb költségvetésből épül, akkor azért azt lehet mondani, hogy az igazi, komolyabb, közepes, nagyméretű műholdak, azok 100 millió eurót is elérhetik, sőt, vannak milliárd eurós költségvetésű űrprogramok is. És a műhold az sokáig épül, tehát onnantól kezdve, hogy van egy ötlet, hogy kéne építeni egy műholdat valamilyen célból, eltelik valamennyi év, 5 év, 10 év, 15 év a műhold méretétől, bonyolultságától függően. Mit nevezünk műholdnak? Hát elnézést kérek, itt egy angol definíció van, de tulajdonképpen ez azt mondja, hogy egy mesterséges valami, ami egy valamilyen bolygóhold, valamilyen nagy tömegű tárgy körül kering. Mire jók a műholdak? Ugye sokféle felosztás van, nyilván van katonai meg civil felhasználású műhold. Az űriparra az igaz, hogy ez a high-tech-eknek a high-tech-e, és mint ilyen, ez a katonai, a hadiparral kéz a kézben szokott járni. Még ha a felhasználása szignifikánsan elkülönül, a fejlesztések azok sokszor keresztezik egymást. Én itt öt fő felhasználást vázoltam föl, hogy mire lehet használni, csillagászati műholdak, ezek olyan műholdak, amik a Föld körül keringenek, fényképezőgépek is kifele néznek, mint például a Keops, amiről majd lesz szó. Például a Föld megfigyelő műholdak, ami ugyanúgy egy fényképezőgép, csak a Föld felé néz, és a Föld felszín nézi, kommunikációs műholdak, tévéadások,
telefonhívások, stb. Lehasználatosak, navigációs műholdak, amikor azt mondom, hogy GPS, talán mindenki tudja, hogy mire gondolok, illetve időjárás jelentést is talán már mindenki látott, amihez a bemenő paraméterek egy nagyon jelentős részét meteorológiai műholdak szolgáltatják. Eddig az emberiség durván 8000 műholdat állított pályára, ebből kb. 5500 van jelenleg is pályán, és lehet látni, hogy ennek a döntő többsége 99% az a Föld körül kering. Ha itt vetünk egy pillantást ezekre az áblákra, akkor azt lehet látni, hogy középen látszik a Föld bolygó, és körülötte bizonyos kitüntetett helyeken fehér pöttyök vannak, ezek nyilván eltúlzott méretek, de mégis azt lehet látni, hogy vannak kitüntetett pályák, a legtöbb az a Föld felszínéhez közel van, nagyjából azt lehet mondani, mint a túrógombóc, ahol a prézli, az apró kis szemek, azok a műholdak, és ráadásul ezek nagyon gyorsan is keringenek, ezek a műholdak, majd fogjuk látni, tehát ezeket nem is igazából pontszerűen kell elképzelni, hanem különböző pályákkal szoktuk ezeket leírni. Csak hogy fogalmunk legyen, hogy mekkora egy műhold, hát igazából azt lehet mondani, hogy lehet kicsi meg nagy. Most a hírekben jelen meg nem olyan régen a BME-nek a Smog nevű műholdja, amelyik 1 kg alatti 5x5x5 centis műhold, szintén magyar fejlesztés a Maszat műhold, ez egy 10 centiszer, durván 1 kilós műhold, de beszélhetünk a Keopszról, amely 250 kilós műhold. Ha ide fölnézünk, akkor ez egy marha nagy vákumtartály, amiben embereket lehet látni, beöltözve, az egész tiszta szobában van, és hát ilyen aranyszínűvel ott mögötte látszik a Sentinel 2 műhold, ez egy másfél tonnás műhold, durván másfél méteres átmérővel, és itt a jobb alsó sarokban pedig Földön egy tesztszobában lehet látni egy telekommunikációs műholdat. Itt egy ilyen emelő szerkezeten két emberke áll, akik piszkálgatják a műholdat a tesztelés közben, és hozzájuk lehet viszonyítani. Ezek elérhetik az 5-7 tonnát, akár 4 méterszer 4 méterszer 8 méteres méretet is elérhetnek ezek a műholdak. Magyarul mondva nem csak ilyen asztalra tehetők is valamitre kell gondolni, hanem egész komoly, akár félszobát betöltő óriási szerkezetekről is tudunk itt beszélni. Most mi történik a műholddal, amikor ezeket felüljük? Alapvetően van 2 plusz 1 kitüntetett pálya. A legtöbb műhold ez a Low Earth Orbitra, ami egy alacsony Föld körüli pályát jelent, ez néhány száz kilométerre van a Föld felszíntől. Ez nagyon-nagyon közel van, vegyük figyelembe, hogy a Földnek az átmérője az olyan szűk 13 ezer kilométer, most ehhez képest ez néhány száz kilométerre van. Ahhoz ugye, hogy ezek ne potyogjanak le, nagy sebességre kell őket felgyorsítani, ami azt eredményezi, hogy durván olyan másfél óránként megkerülik a Földet. A műholdak többsége ide kerül, földmegfigyeléses műholdak ide kerülnek, meteorológiai műholdak, de ide került a nemzetközi űrállomás, az International Space Station is, ami a 400 kilométeres magasságban kerülünk fölöttünk, körülbelül a Hubble űrtávcső is. Ide kerül a legtöbb. Egy kitüntetett pálya, a geoszinkronus pálya, ami sokkal-sokkal-sokkal messze van, az 36 ezer kilométerre van a Föld felszíntől. Ennek az a jellemzője, hogy gyakorlatilag a műhold keringési ideje ugyanannyi, mint a Földnek a forgási sebessége, azaz ezek a műholdak mindig a Földnek egy adott pontja fölött vannak, és a kettő között vannak a navigációs, helymeghatározós műholdak, az amerikai GPS rendszer, az orosz GLONASS rendszer, az európai Galileo rendszernek a műholdja is. Itt legalul lehet látni, nem tudom, ez mennyire jól látható, ez egy méretarányos kép, a földgolyót lehet látni alul, és közvetlenül mellettem egy kis fekete rész, ez a Föld körüli pálya. A piros részen vannak a geostacionális műholdak, és itt jobb oldalt lehet látni a holdat viszonyításként, hogy milyen távolságokról is beszélünk. Ha egy kicsit beszélgetünk az űriparról, és meg kellene próbálni jellemezni, hogy ez miben hasonlít és miben tér el akár az űrkutatástól, akár a többi iparáktól, akkor itt összeszedtem néhány dolgot. Ha az űrkutatást és az űripart hasonlítjuk össze,
akkor ez pontosan ugyanúgy azt fogjuk találni, mint az összes többi iparágban, van gyógyszerkutatás és van gyógyszeripar. A kutatók, a kutatás, azok az emberiség számára fontos, messze előre tekintő kérdéseknek a megválaszolásával foglalkoznak, tudományos alapon, és ennek az eredménye valamilyen tudományos mű, könyv, cikk, ábra, nem tudom, ami az emberiség tudásbázisát gyarapítja. Az űripar, az pedig tulajdonképpen szorgos hangyáknak a serege, akik a nagyon okos űrkutatóknak a mindenféle fajta óhajai, sóhajait kívánna, amit megpróbálják kielégíteni. Magyarul mondva megpróbálnak olyan eszközöket építeni, amelyekkel ezek a kérdések megválaszolhatók. Persze ez manapság most már odafejlődött, hogy vannak olyan űreszközök is, aminek nincsen igazából tudományos funkciója, például egy telekommunikációs műhold, mert simán üzleti alapon építik és lövik fel, de azért még mindig az űrbe menő hardvereknek egy nagyon jelentős része, az úgy épül, hogy a tudós társadalom, mint az űrkutatás, és a mérnök társadalom, mint az űripar képviselői kéz a kézben együtt dolgoznak, és különböző problémákat próbálnak megoldani. Az űripar összehasonlítva egyéb iparágakkal, hogy miben különbözik, hát például abban, hogy ez egy zárt közösség. Ez alatt azt értem, hogy itt láttuk, hogy egy műhold az nagyon-nagyon hosszú éveken keresztül épül. Nagyon-nagyon sok pénzt költenek arra, hogy megépüljön egy műhold, és egyébként pedig pontosan ugyanolyan beszállítói lánc valósítja meg ezeket a műholdaknak az építését, mint bárhol máshol. Van fővállalkozó, van alvállalkozó, van az alvállalkozónak az alvállalkozója, de még az alvállalkozónak az alvállalkozója is évekig dolgozik rajta, és nem engedheti meg a rendszer magának azt, hogy egy alvállalkozó éveken keresztül dolgozik, és végén, amit letesz az asztalra, az nem jó. Az nem elfogadható, mert nem lehet őt gyorsan lecserélni, le lehet cserélni, de a következő jelöltnek is több évre van szüksége ahhoz, hogy kifejlessze azokat a technológiákat és hardvert, ami végül beépül a műholdba. Magyarul mondva, amikor egy nagy cég, mint fővállalkozó eldönti, vagy megrendelést kap, hogy épít egy műholdat, akkor az ő partnereinek a kiválasztásának a legfőbb szempontja az, hogy ők mennyire megbízhatóak. Mennyire tudja az alvállalkozó elhitetni a fővállalkozóval azt, hogy az fog történni, amiben ők megállapodtak. Annyi pénzből, annyi idő alatt az fog készülni, ami a szerződésben van. Ezért a csúcson az mindig a megbízhatóság van, amit pedig nem is annyira nagyon-nagyon egyszerű egy pályázati szakaszban, amikor az ember egy bidet ír, egy tendert ír, elhitetni a majdani vevővel, hogy de hát hidd már el rólam, hogy én, amit én csinálok, az jó lesz, szép vagyok, okos vagyok, tudok mosolyogni, de ez általában kevés ahhoz, hogy ide bevegyék az embert. Nagyon-nagyon fontos ütőkártya, adó, az a referencia. Tehát ha én azt tudom mondani, hogy ilyet vagy ehhez hasonló, már egy másik űrmisszióban én fejlesztettem, ami már repül és bizonyított, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly hívószó arra, hogy igen, akkor azt a céget, vagy azt az embert, azt bevegyék nagyobb projektekben. Mindig kockázatelemzésről szól az egész tevékenység. Az űripar, miután a megbízhatóság van a piramisnak a csúcsán, törekszik arra, hogy elérje a 100%-ot a megbízhatóságba, azaz, hogy tuti, hogy működjön az, ami fölmegy. Természetesen ezt nem lehet elérni, de mint cél nem hangzik rosszul. Ezért mindig kompromisszumokat kell kötni, hiszen limitált az az idő, ami a fejlesztésre rendelkezésre áll. Limitált az a pénz, ami rendelkezésre áll. Limitált az a tudás, ami rendelkezésre áll. Ezért mindig, aki döntést hoz, és aki felelősséget vállal azért, hogy az a valami, amit felülnek, az működni fog, kockázatelemzéssel foglalkozik. Megéri-e nekem egy innovatív, új terméket, egy új technológiát, egy új anyagot bevezetni az én missziómban azért, mert nem tudom, 10%-kal olcsó? Vagy inkább maradok a régi, mert már 25-ször repült, és tudom, hogy működik. Óriási nagyon-nagyon-nagyon nehéz döntéseket kell meghozni. Ezeknek a döntéshozóknak a kockázatoknak a minimalizálására.
Óriási a hozzáadott érték. Értem ez alatt, hogy az, hogy mennyibe kerül egy műhold, azt igazából nem az határozza meg, hogy mennyi a beleépített alapanyagoknak az összköltsége. Az mondja meg, hogy mennyit ér egy műhold, hogy mennyi tudás van beleépítve, ami persze nem mérhető, semmivel sem mérhető, de mégis azt lehet mondani, majd fogok mutatni az előadás végén egy-két számot, hogy a mérnöki tevékenység révén nagyon-nagyon-nagyon sokszorosára lehet növelni az anyagoknak az értékét, mire alapanyagból valamilyen késztermék lesz. Észre kell vennünk, hogy az űripar az stratégiai fontosságú. Tehát értem ez alatt, hogy elég nehezen elképzelhető akármilyen gazdaság, ha nem tudja, hogy milyen idő lesz holnap, holnap után, a közlekedés összeomlik. Például az Európai Ürügynökségnek az egyik legnagyobb vevője az a Világbank, aki termésbecslést vásárol az ESA-tól, ami azt jelenti, hogy amíg ez a szolgáltatás nem volt, addig az áru tőzsdét elég sokszor be tudták lengetni spekulánsan. Elhíreztelték, hogy nem tudom én, Kínában a rizs termés az most nagyon-nagyon rossz lesz, rizs hiány lesz, és akkor a rizs ára az áru tőzsdén az felszökött az egekbe, és természetesen akik ezt elhíreztelték, azok jól meggazdagodtak rajta, és egyébként meg semmi probléma nem volt a rizs terméssel Kínában. De most már az űripar felhasználásával, az űrfelvételek felhasználásával elég jól meg lehet mondani például, hogy milyen lesz a rizs termés Kínába, illetve számos egyéb nagyon-nagyon fontos információhoz lehet jutni. De ha azt mondom a stratégiai fontosságra, hogy például mindenkinek a mobiltelefonjában ott van a GPS, ami egy amerikai rendszer, amerikai műhold hálózat biztosítja nekünk, hogy meg tudjuk azt mondani, hogy a telefonunk, ami általában nálunk van, az hol van a földfelszínen, egy térképpel össze tudjuk párosítani ezt az információt. Ezt ha úgy döntenek, akkor kikapcsolják. Kikapcsolják nekünk, kikapcsolják csak a mi telefonunkon. Tehát óriási kockázatokkal jár az, hogyha egy ország, egy közösség nem vesz részt ebben a játékban. Nagyon érdekes, hogy az űripar nem igazán árérzéke. Tehát amikor valaki megpróbál elnyerni egy munkát, természetesen meg kell adni, hogy mennyibe kerül, természetesen a vevővel ezen mindig szokott lenni egyeztetés, hogy miért annyi és legyen olcsóbb. De nem ez a legfőbb kiválasztási szempont, hanem az, hogy el tudjuk-e hitetni a vevővel azt, hogy mi meg tudjuk csinálni azt, amit ő szeretne. És nagyon érdekes, hogy az űripar egy skizofrén állapotban van, egyszerre innovatív és konzervatív. És azért konzervatív, mert ha azt helyezzük előtérbe, hogy megbízhatóan működjön az a valami, amit fölviszünk, akkor igazából akkor járunk a legjobban, hogyha pontosan ugyanazt a technológiát használjuk, mint amit 10 éve meg 20 éve használtak, hiszen az fellőtték, hiszen az működött, mi ezzel a baj. A baj az ott van, hogy verseny van, tehát azért az űripar az ugyanúgy egy versenyszektor, mint az összes többi iparág, cégek versenyeznek, és gyakorlatilag a versenyt azt az innovációval lehet megnyerni, ezért van az, hogy bekerülnek újabb és újabb technológiák, újabb és újabb anyagok, újabb és újabb megoldások, amellyel növelik a kockázatát annak, hogy az a műhold nem fog, vagy nem pont úgy fog működni, viszont, hogyha ezt step by step, szépen lépésről lépésre vezetik be, akkor alacsony kockázattal a műholdaknak a teljesítő képességét növelni lehet. Kik csinálják a műholdakat, hogy épül fel egy beszállítói lánc? Hát legfelül vannak a vevők, akik sokszor országok, nemzetek, ügynökségek, akik valamilyen célból megrendelik a műholdakat. Most, hogy a CubeSat-ok, a kisebb méretű olcsó műholdak elterjednek, egyre több magáncég is rendel műholdat és épített magának műholdat. Ez az ám, ez elsősorban a nagy műholdak építését próbálja bemutatni. Van egy Prime, angolul Prime, magyarul ez fővállalkozó, azok a nagy cégek, Európában három ilyen van, az Airbus, a Thales Alenia Space és az OHB, akik föl tudják azt vállalni, hogy meg tudnak építeni egy nagy műholdat. Rajtuk kívül Európában nincsen igazán olyan cég, olyan játékos, aki közepes vagy nagy műholdat meg tudna építeni.
De egy nagy műholdnak a megépítése nagy feladat, ezért jellemzően ezt nem egyedül csinálják sem az országok, sem az ügynökségek, sem a cégek. Ezért ez mindig valamilyen összefogást, együttműködést igényel, és akkor a vállalkozókat választanak ki, amiket különböző névvel itt illetjük, különböző dolgokért felelősek. Hogy épül fel egy űrprojekt? Hát kezdetben vala egy ötlet, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy műholdunk, ami nem tudom én, ezt meg azt csinálja, például a KEOPS, hogy milyen jó lenne, hogyha ez egy nagy fényképezőgép lenne, kifele nézne, ránézne egy valamilyen csillagra, és akkor nézné annak a fényességét az idő függvényében, de valami nagyon-nagyon precízen. Itt az A-fázisban az elején, ami szintén évekig tart, elsősorban tudósok megpróbálják kitalálni, hogy mi az, mit kéne megépíteni, meg mikor kéne fellőni, mennyi évig kéne ennek működni, mi maga a misszió, mi az az adat, amit rögzíteni kéne, ahhoz, hogy meg tudja válaszolni azt a valami tudományos kérdést, amire ő kíváncsi. Utána a tudósok átadják a terepet a mérnököknek, az iparnak, és a B-fázisban történik tulajdonképpen a tudományos követelményeknek a lefordítása a műszaki követelményekre, hogy akkor ez most hány kiló, hány centi, piros vagy fehér, hány tükör legyen benne, milyen adatátviteli sebesség legyen, és a többi, és a többi, és a többi. És ez az a fázis, ahol a fővállalkozó gyakorlatilag előzetesen számítógépen természetesen, de megpróbál egy műhold koncepciót felvázolni. És elkezdi kiválasztani azokat a cégeket, akikkel ő együtt kíván dolgozni, magyarul mondva az alvállalkozókat. Tehát a nagy műholdat virtuálisan feldarabolja kisebb részegységekre, tendertérké, nevezzük közbeszerzésnek, megversenyezteti őket, és itt a B-fázisnak a vége felé összeáll a megvalósító csapat, ami egy komolyabb műhold építésnél, ez akár több száz céget is jelent, több ezer mérnökkel, akiknek a közös tudásából fog megépülni ez a műhold. A CD fázisban ott teljesen mérnöki munka folyik, megtörténik a maga a tervezés, megtörténik a különböző folyamatoknak, anyagoknak, technológiáknak a fejlesztése, minősítése, tesztelése, megtörténik a gyártás, megtörténik az egész műholdnak az összeszerelése, azt megint letesztelik, 100 000 mérföldkövön megy keresztül, és végül itt a CD fázis végén, az E fázis elején, akkor fellövik a műholdat, és ha mindenki örül, akkor a műhold beteljesíti a küldetését, és ontani fogja magából az adatokat és a szolgáltatásokat, és ha nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, ez megmondom őszintén, nagyon nem szokott megvalósulni, akkor talán még az üzemanyagnak az utolsó cseppjeit arra használják fel, hogy az eredeti pályára eltávolítsák a műholdat, tehát egy valami megsemmisítésszerűnek hívott akciót próbálnak tervezni, ez egy elég kudarcos történet, itt szerintem az emberiség nem komoly eredményeket tud felmutatni. És azt lehet látni, ezek a piros belsejű kék színű nyilak, ezek azt jelzik, hogy mérföldköveken megy keresztül a projekt, itt nem is akarom felolvasni, néhány föl van írva, de gyakorlatilag bizonyos időközönként nagyon-nagyon komoly meetingeket tartanak, ahol összejönnek az emberek, és megvitatják, hogy ameddig ők eljutottak, az jó, mehet tovább, vissza kell lépni kettőt, elfogadható az eredmény, avagy nem. Miután ez egy mérnöki tevékenység, szabályok vonatkoznak rá. Viszonyításként írtam fel ezeket a számokat, ezeket az információkat. Az ISO 9001-ről talán mindenki hallott, gyakorlatilag a sarkipék is van már ilyen minőségbiztosítási rendszere. Így gyakorlatilag, hogy minek kell megfelelni, ezt leírja a szabály a 20 oldalon. És azt mondják, hogy ha ezeknek megfelelsz, akkor megkapod a plecsnit, az oknevelt, és akkor te egy menő cég vagy, megkapod ezt a bizonyítványt. Ha az ASN 9100-ról beszélünk, ami aerospace minőségbiztosítás, zárójelbe teszem, hogy ez az aerospace egy elég furcsa szó, mert van aeronautics, meg van space, ez a kettőt összevonni elég furi, de a világ ezt használja. Ezt olyan 30-40 oldalon írják le körülbelül, hogy minek kell megfelelni.
És hogyha egy vállalkozás, az SME, az a Small and Medium Enterprise, tehát kisvállalkozás, vagy középvállalkozás, Európában, az űriparban szeretne dolgozni, akkor tulajdonképpen semmi más dolga nincsen, mint az úgynevezett ECSS szabványokat kell betartani. Ezt az Európai Ügynökség adja ki és gondozza. Szerintem nincs élő ember a világon, aki összeszámolt, hogy ez milyen hosszú, de néhány százezer oldalba írják le azt, hogy mit és hogyan kell csinálni. Tehát itt megoldást is adnak ezekben a szabványokban, hogyan kell egy tesztet elvégezni, hogyan kell ellenőrizni valamit, mi a tervezésnek a menete, mi a menedzsmentnek, mi a tisztításnak a menete, stb. Tehát tulajdonképpen ezt úgy is fel lehet fogni, mint a szakácsnak a receptes könyve. Igazából le van írva, hogy mit, hogyan kell csinálni, és az embernek semmi más dolga nincsen, hogy ezt elolvassa, betartja, és akkor részvevője lehet ennek a játéknak. Na most, amikor valaki épít egy műholdat, műhold alkatrészt, akkor hát nagyon sok papírt gyárt, már virtuális papírt, mondja, nem nyomtatjuk ki, de nagyon sok dokumentumot állít elő. Nem akarok belemenni, senkit nem akarok elrémíteni ezzel a sok-sok-sok betűvel, szóval, amire van írva. Ami talán lényeges az, ami a pirosban van írva, hogy kezdetben a vevő nagyon-nagyon pontosan megmondja azt, hogy mire van szüksége. Ezt egy requirement specification dokumentumban leírja. Itt olyanra kell gondolni, mint egy egyszerű asztali sótartó, mondjuk, ami semmi szoftver nincs benne, mozgó alkatrész, mondjuk úgy, hogy nagyon-nagyon egyszerű. Arra körülbelül egy ilyen 400 követelményt határoznak meg, ami azt jelenti, hogy ha mind a 400-at én betartom, olyan sótartót tudok letenni az asztalra, akkor azt mondja a vevő, hogy jó, akkor betetted egy dobozba, leszállíthatok hozzám, megveszem. És akkor különböző módokon keresztül megy a fejlesztés, és a végén, az egésznek a végén, mondjuk az egyik fő dokumentum, ez a verification control document, amikor mind a 400 követelményre tételesen azt mondom, hogy igen, 23-as követelmény, ahogy nem tudom én, ki kell bírni a plusz 100 fokot, ez a tesztriportnak ez a fejezete vonatkozik, a másik követelményre ez vonatkozik, tehát majd tételesen végig kell menni, és bizonyítékokat kell szolgáltatni a vevőnek, hogy minden ő által a támasztott követelménynek a mi holmink az megfelel. És ahhoz, hogy a pirosból zöldet tudjunk csinálni, hát elég kalandos és kanyargós út vezet. Ez egy szintén egy elrettentő tábla, táblázat, ez csak azt mutatja, hogy az oszlopokban vannak a különböző milestone-ok, amiken egy kis cégnek a legegyszerűbb asztali sótartójával is végig kell menni. A sorok azok különböző dokumentumokat jellemeznek, hogy melyik milestone-ra milyen dokumentumokat kell tudni benyújtani a vevőnek. Szintén csak, hogy megpróbáljam közelhozni ezt a történetet a hallgatósághoz, egy ilyen milestone-ra való felkészülés során az elküldött adatcsomag, az, mondom, ha egy egyszerű sótartóról beszélünk, akkor mondjuk 500 kötőjel 1000 oldal. Nyilván, hogyha az egész műholdról beszélünk, akkor az sokkal-sokkal több. És ez az 500-1000 oldal, ezt mi elküldjük a vevőnek, a vevő is elküldi a vevőjének, tehát mindenki, aki a beszállító látható fölöttünk van, ezt megkapja, szétosztják experteknek, és azt is észreveszik, hogyha egy betű el van benne írva, és akkor már reagálnak, hogy ez biztos így van, nem kellene ezt átgondolni. Magyarul mondva, ezeket a dokumentumokat nem azért gyártjuk le, mert valakinek hozott egy ilyen szabályt, hogy milyen jó legyen sok dokumentum, hanem azért, mert ezeket elolvassuk, ezeket a dokumentumokat jóváhagyják, és ezekkel a jóváhagyásokkal biztosítható az egyrészt, hogy a termék, mire mi leszállítjuk, az megfelel minőségileg a vevőnek. Másrészt a traceability, tehát ez a visszakövethetőséget biztosítják. Magyarul mondva, bármelyik műhold, bármelyik alkatrésze, bárki rámutat, akkor meg kell tudni mondani azt, hogy mondjuk annak a, nem tudom én, nevezzük sótartónak, az alumínium alapanyagát, melyik bányába bányázták, melyik napon, hogy hívták a minőségbiztosítót, milyen kereskedői láncon jutott el a feldolgozókhoz, milyen finomítások történtek rajta, milyen tesztelések, mi volt a típusa annak a marógépnek, ami felkerült, abban milyen szerszám került bele, az kigyártott, stb. Tehát az egész nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alaposan föl van öltöztetve. Miért?
Azért, hogy felvevés után az a valami működjön. Nehogy előforduljon az, hogy valami oda nem való kerül bele. Hát ezt gondoltam, hogy általánosságban elmondani az űrprojektekről, űriparról talán, és akkor rezonálva Kis Lászlónak a X héttel ezelőtti előadására a Keops projektről szeretnék mesélni. Az Admatis Kft. Részt vett ebben, a történetet hallottuk a Kis Lacitól, hogy tulajdonképpen Science oldalról a Science Team tudott csatlakozni a Keops projekthez, és pont egy olyan igény merült fel, hogy a Keops a műholdnak a radiátorra még nem volt beszállító, ez egy eléggé kihívásokkal teli eszközcsomag volt, és miután az Admatisnak ez pont a profiljába vágott, így végül is elvállaltuk a munkát. 2013-ban kezdtük mi a munkát, és 2017-ben szállítottuk le magukat az eszközöket. Maga a fellövés, a pályán, műholdnak a pályára állítása, az 2019. decemberében történt. Magyarul mondva látható, hogy még bő két év telt el azután, miután mi leszállítottuk az alkatrészt, ezt beszerelték, tesztelték, és végül is az egészet fellőttük. Ez most már működik. A tudósok elégedettek, nagyon szép felvételeket készít, kiértékelhetőek, és remélhetőleg ez még 3,5 évig legalább betölti funkcióját. Műhold és adatokat fog szolgáltatni. Hogy nézett ki a beszállítói lánc? Igazából itt konzorcium volt, a tudományos műszernek a fejlesztéséért a Berni Egyetem volt felelős, de aki az egész műholdat megépítette, összerakta, letesztelte és felelősséget vállalt érte, az az Airbusnak a spanyolországi leányvállalata. Az Admatis pedig azt a feladatot kapta, illetve vállalta el, hogy a műhold tetején csücsülő, itt már megvalósításra lehet látni, 2 darab radiátort fejlessze ki. Ez tulajdonképpen 2 tök egyszerű fémdarab, ez 2 nagyjából A4-es méretű papírnak nagyságú. Valami csavarokkal van felrögzítve, és az volt a feladata, illetve most is az a feladata, hogy a műhold belsejében lévő egyrészt detektort, másrészt a detektornak a kiolvasó elektronikáját, a hőmérsékletét stabilan tartsa. Tehát el tudjuk képzelni, hogy a Keops műhold is durván 1,5 óránként, 90 percenként megkerüli a Földet, eközben kap hideget, meleget, viszont a detektornak és az elektronikának a hőmérsékletét órákon keresztül, azaz több keringési cikluson keresztül 50 millikelvin pontosságban kell tartani. Hát elsőre nyilván az ember azt mondja, hogy ez lehetetlen, megnézi másodjára, akkor is azt mondja, hogy lehetetlen, és akkor hónapokat, éveket eldolgozik rajta, és végül is az jön ki a történetből, hogy megoldható ez a történet. Tehát az történik, hogy miközben a CCD és a frontend electronics, tehát a kiolvasó elektronika működik, közben hőt termel, azaz elmelegíti saját magát is, ezt a hőt ki kell vezetni a műholdnak az oldalára, és a műhold oldalára elhelyezett radiátorok segítségével ezt a hőt le kell sugározni a űrbe. Nagyon mondom, ez nem olyan radiátor, mint ami otthon a családi házakban van, hogy meleg víz folyik benne és fűti a szobát, hanem pont ellenkezőleg igazából ezek hűtik a műhold belsejében lévő alkatrészeket. Itt lehet látni, hogy kik vettek részt ebben a fejlesztésben egy térképen. Talán általánosítható az, hogy a kritikus műholdak, a speciális megoldást igénylő műholdak és úgy általában a komplex műholdrendszerek fejlesztésében azok az országok, azok az országoknak a cégei vesznek részt, akik gazdaságilag és technológiailag fejlettebbek az átlagnál. Ezt lefordítva egyszerűen Nyugat-Európa az, aki itten játszik ezen a terepen, és lehet látni, hogy itt Magyarország is be tudta tenni a lábát, és még ha egy kicsivel is, de hozzá tudtunk járulni a projekthez. A projektnek a sikerességéhez. Itt egy picit részletesebben látható az időterv, nem akarok nagyon belemenni. Egy érdekesség például, hogy fél évig dolgoztunk úgy, hogy nem is van szerződésünk, tehát azt gondoltuk, hogy gentleman agreement alapján, hogy beleteszünk fél évnyi munkát, segítve a konzorciumot,
ami majd utána talán megtérül, több szerződéssel kellett lefedni, mert nagyon, nagyon elnyúlt a fejlesztés. És lehet látni az a Q1, Q2, Q3, azok fejlesztéses programokat jelentenek, ugyanis olyan technológiákat kellett kifejleszteni, ami még nem volt a világon. A műholdra vonatkozó, műhold radiátorra vonatkozó speciális követelmények miatt elsősorban bevonat volt kérdés, és olyan bevonatot kellett a műholdra fejleszteni, ami pont megfelelő mennyiségű hőt sugároz le az űrbe, viszont hogyha a radiátorra rásüt a nap, akkor nem hűti el a radiátoron keresztül a detektor. Tehát ezt termooptikai tulajdonságoknak mondják, emisszivitás, abszorbancia, kérdéskör, nem akarok a mélyére menni. Tehát olyan anyagot kellett a felületére fölvinnünk, ami egy nagyon-nagyon-nagyon szűk tartományon belül van, és körbenéztünk, ilyen a piacon nem volt elérhető, ezért nagyon-nagyon-nagyon hosszú és részletes fejlesztési programon mentünk keresztül. Természetesen a gépészeti dizájn is fejlődött, kezdetben volt egy tök egyszerű megközelítésünk, és ahogy itt telt az idő, akkor rájöttünk, javasoltunk, hogy mi lenne, ha ez nem két darabból, hanem három darabból állna, megvitattuk, és végül is lehet látni az evolúciót, hogy végül is egy egyre részletesebb geometria került kialakításra. Ezen a dián életképeket szeretnék bemutatni, hogy az oké, hogy ilyen A4-es méretű radiátor fejleszt az ember, de mi kell ahhoz, hogy az abba beépülő anyagok és technológiákról nagy magabiztossággal megbízhatóan ki tudjuk jelenteni, hogy azok bizony jók is lesznek majd az űrben. Hát rengeteg teszt, mint a rengeteg próbálkozás, rengeteg teszt, amin végig kell menni, és meg kell néznünk, hogy mi történik. Itt a bal alsó sarokban például látható, hogy összeragasztottunk speciális ragasztóval fémdarabokat, és mínusz 80 fokon végeztünk szakítóvizsgálatot. Itt a mellette lévő képen ez egy hárompontos nyomóvizsgálat, mondhatják a gépész beállítottságú hallgatók, hogy na jó, hát mi ebben a nagy durranás, a válasz az, hogy semmi, kivéve ha ez le van festve ez az alkatrész, mert igazából azt néztük, hogy mi van akkor, hogyha a lefestett alkatrész a fellövés közben ugye deformálódik, már pedig deformálódik, mert a radiátor csak az egyik sarkában van megfogva mechanikailag, és a radiátornak a három negyede az lebeg, mint amikor a háziasszony lerázza az asztalterítőt, de mi történik például a festékkel, mikor meghajlítok egy radiátort? Mekkora deformálódás képes elviselni? Akkor megnéztük, hogy mi van a ragasztószalaggal, le tudjuk eszedni. Megnéztük, mit csinál hidegben, mit csinál melegben, mit csinál vákumban, mit csinál rázóteszten. És tulajdonképpen, mikor készen voltunk már mindennel, akkor sok próbatesten átmenve, sok prototípus tesztelve, eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag elkészült a leszállítandó modell, és azoknak a végső teszteinél tapasztaltunk problémákat, test failure, tehát megbuktunk teszten. Például azok a radiátorok, amik fehérre festettünk, mikor rá egy ilyen speciális ragasztószalaggal megnézzük, hogy lejön-e róla valami, hát sajnos lejött. Amikor a radiátorra egy speciális fóliát ragasztottunk fel, akkor semmi probléma nem volt az elmúlt két évben az összes teszten, de amikor betettük vákumba, de amikor megmelegítettük már több egyszerre, akkor a közepében egy bazi nagy buborék keletkezett, ami semmi problémát nem okozott, csak az, hogy ez, mint flight hardware nem lehet leszállítani, vissza kellett menni a tervezőasztalra, újra kellett minősíteni, és tovább kellett fejleszteni a technológiánkat, hogy ez hogyan küszöbölhető ki. Itt pedig az látható, hogy sikerült egy ilyen rázótesztet is csinálni, ahol magát a radiátort eltörtük. Itt nem volt egyesség a vevővel a rázó program tekintetében, mi jeleztük, hogy az el fog törni, és tulajdonképpen igazunk lett, de ez szomorú. A sorokban lehet látni azt, hogy hány darab radiátort építettünk meg ahhoz, hogy végül is ebből kettő darab fölkerüljön. Bonyolult a táblázat, nem akarok belemenni, de kezdetben úgynevezett engineering modellt gyártottunk, ami egy mérnöki modell, ami nem pont olyan, mint a repülőradiátor, mint a repülőhardware, de kipróbálunk rajta egy csomó dolgot. Kipróbáltunk rajta fehérfestéket, korróziós bevonatokat, újra kellett festeni, mechanikai teszten eltörtük. Az STM az már egy olyan
prototípus, amit le is szállítunk a vevőnek, ugyanis az, hogy mi a radiátort megteszteljük, az egy dolog, de a vevő beszereli ezt egy komplexebb egységbe, ő is megteszteli, és még ott is derülhet neki öncsutságok, hogy valami nem stimmel, akkor megint újra kell gyártani, vissza kell menni a tervezőasztalhoz. Tehát ez már a vevő számára leszállított prototípus fehér festékkel. Utána rájöttünk, hogy a fehér festék az málig lehetett látni a fényképeket, akkor tegyünk rá fóliát, SSM-nek mondják, Secondary Surface Mirrornak. Akkor ez tömbbe vált. Akkor utána a PFM megépítettük azt a radiátor párt, amit mi eredetileg azt gondoltuk, hogy az lesz a flight modell, az fog repülni, de miután ezzel is minőségügyi problémák voltak, ezért igazából az eredetileg tartaléknak tervezett radiátort, az FM2, mint flight modell 2, azt előléptettük flight modellnek, és végül is most is ez van beszerelve a műholdra, ez az, ami működik. Ezeken is voltak mindenféle érdekes dolgok, újra kellett kromátozni, le kellett szedni a fóliát, ki kellett nyugatni a fóliát, újra fel kellett ragasztani a fóliát, de végül is kiváló eredményt kaptunk, és újra kellett gyártani radiátor párt FM3 néven, ami pedig ma a tartalék radiátorok lettek. Most már nincsen értelme fellövés után a tartalék radiátornak, de abban a két évben, miután mi leszállítottuk, de mielőtt fellövésre került, ezek még kaphattak volna szerepet. Három diát mutatok, hogy mennyi darab dokumentumot szállítottunk le ezen projekt keretében. Sokat, jó? Ne számoljuk össze. Rengeteg papír az, ami kíséri ezeket a hardvereket is. Hobbiként, mert láttuk, hogy itt ne unatkozzunk, ne legyen olyan egyszerű az élet, azt gondoltuk, hogy jövőben mutató technológiát, mint alternatív megoldást is kifejlesztünk, és megépítettük ennek a radiátornak a testvérét, fémhabból, amiket szintén átengedtünk az összes teszten. Ez nem repült, de egy jövő építés szempontjából, hogy egy új anyagot, új technológiát próbáljon meg bevezetni az űriparkba, még plusz erőfeszítéseket tettünk ebbe a projektbe. És akkor hosszú évek alatt, rengeteg munkával, sok kérdés megválaszolásával végül is siker lett a történet. Lehet látni, itt még a fehérre festett a prototípus radiátorok, itt fölül már a tükröződő SSM-es fóliás radiátorok csücsülnek a műholdnak a tetején. Végül is azért minden egyes team fotón az látszik, hogy az emberek mosolyognak, ugyanis kifejezetten élvezetes ezekkel az emberekkel együtt dolgozni, nagy tudású emberek, mind a partnereink, mind a vevőink, és tulajdonképpen onnantól kezdve, amikor megtörténik a kiválasztás, hogy az embert beveszik a buliba, tehát részt tud venni egy missziónak a megvalósításában, mindenki egy hajóba nevez, és mindenki örül a másik sikerének. És akkor mi történt a műholddal? Betették egy bazinagy dobozba, egy szállítókonténerbe, itt lehet látni egy fényképet, amit egy marha nagy repülővel elszállított a Francia Guyanára, az Európai Ürügynökségnek a dél-amerikai kilövőbázisára. Itt már tiszta szobában kivontották a műholdat, és ebbe a bizonyos fregatt nevezetű valamire felszerelték. Itt is csak a méreteket lehet látni, egy középső képen lehet látni egy ember. Ez a Soyuz rakétának az orrkúpja, amiben több műhold volt beszerelve. A fő műhold az egy olasz nagy félig katonai műhold volt, és a másodrendű utas volt a Chaos, és még volt egy jó pár kisebb méretű műhold is, és végül is itt lehet látni, hogy akkor a rakétát felállították a kilövőállomáson, az orrába becsomagolva ott csücsül a Chaos. A Chaos csapat megizgul, néhány kilométerre tette, hogy na most akkor mi lesz, fellövik, nem lövik, ha fellövik, működik, nem működik. Alágyújtottak, fölment, és itt Francia Guyanán Kourou-n ez egy nagy control room, ami egy ilyen színház teremszerűségnek van berendezve. Középen lehet látni, hogy ülnek a mérnökök, koordinálják a fellövést, viszont körülötte meghívott vendégek követhetik, hogy az ő motyójukat, az ő műholdjukat hogyan lövik fel, és végül is mindenki örült, mindenki gratulált a másiknak, mert ez egy sikertörténetté vált ez a
Keops misszió is. Ez nem különleges, hogy a Keops misszió sikervé vált, ugyanis az űrbe menő misszióknak a nagyon-nagyon-nagyon nagy százaléka sikervé válik, pont ezért teszik be azt a rengeteg pénzt és a rengeteg időt. Gyakorlatilag utolsó dia, azt hiszem. Néhány példa. Milyen alapanyagokkal dolgozik az ember? Ha lemegyünk a sarki barkácsboltba, és veszünk egy csavart, teljesen mindegy milyen csavart, akkor néhány forintért megkapjuk darabját. Hogyha azt mondjuk, hogy space qualified, space grade csavart akarunk venni, hát attól függ, hogy milyen csavar, de ez ilyen 10-100 euró között mozog darabja. Szorozzuk fel most, nem tudom, 350-nál a darabárat, és nem lehet kapni a sarki boltba. Az azt jelenti, hogy meg kell rendelni, több hónapos szállítási határidő van, és amikor egy csavart meghúzunk egy adott nyomatékra, és valamiért szétszedjük utána az alkatrészt, kilazítjuk, akkor ezeket a csavarokat például ki kell dobni, egy csavar az egyszer használatos, mert senki nem tudja garantálni, hogy ha már egyszer egy valamilyen húzók feszültség fölébredt ebben a csavarban, akkor a legközelebbi betekerésnél vajon bírni fogja-e azt a terhelést, amire a mérnökök ezt tervezték. Festékről hasonlót lehet elmondani, néhány ezer forinttel lehet venni egy butyka festéket, ha ez egy űrminősítésű festés, és szerencsénk van, Európában meg tudjuk venni, akkor ez 300 ezer forint, és nagyon rövid az eltarthatósága, tehát elég hamar megvan, hamar fel kell tudni vinni. Magyarul mondva drága alapanyagokkal játszunk, drága alapanyagokkal dolgozunk, de mégsem ez az igazi nagy hozzáadott érték, hanem az, hogyha például alumíniumról beszélünk, az űripar nem használ különösebben speciális alumínium ötvözeteket, ezek tényleg kaphatók kereskedelmi forgalomban, nagyjából 5 euró per kilóért meg lehet ezeket kapni. De amikor valamilyen alkatrészt készítünk, történetesen alumíniumból, akkor a kilónkénti ár, amit 5 euróért vettünk, az fölmegy néhány tízezer vagy néhány százezer euróra. Ez lehet, hogy kicsit cseves ez a mértékesség, ez kiló euró, tehát ez 10 vagy 100 vagy akár több százezer euró per kiló áron lehet értékesíteni, és az 5 euró és a 100 000 euró között nincsen semmi más, csak a mérnöki munka. Tőlem újságírók többször megkérdezték már, hogy nem ilyen finoman, de a kérdés lényeg az az volt, hogy lehet ilyen marhaságot kitalálni, hogy valaki az űrrel kezd el foglalkozni, mert ez úgy általában nincsen benne az embereknek a tudatában. Senki nem születik úgy, meg gyerekkorában sem szokott az, hogy akkor az űrrel foglalkozok. Űrhajós azok, igen, tehát az menő szokott lenne a gyerekek körében, még talán farsangon is beöltöznek, de hogy ilyen űrös, mérnökös, nem tudom, mivel kell foglalkozni, senkinek nem jut eszébe. Én meg erre mindig azt szoktam mondani, hogy hát igazából mi mással foglalkozna az ember, hogyha nem ezzel. Tehát ennél érdekesebb munkát elég nehéz kitalálni, ami egyrészt van tudományos, van mérnöki vonala, pénzt lehet vele keresni, perspektívikus, kiváló kollégákkal, kiváló partnerekkel lehet együtt dolgozni, és tulajdonképpen ez az az üzenet, amit én most itt az előadásom végén szeretnék átadni a hallgatóságnak. Fogalmam sincs, hogy kik hallgatnak, kik nézik ezt az előadást, de a fiatalokat, akárhány évesek is bíztatom arra, hogy gondolkodjanak el azon, hogy szeretnének ezzel foglalkozni. Most azt mondanám, hogy ez nem űrtudomány, de űrtudomány egyébként, de megtanulható és csinálható, hiszen Magyarországon egy Miskolcon működő kisvállalkozás is sikereket tudott elérni, és perspektívikus jövő áll, úgyhogy előre mindenkit biztatom. És ezennel megköszönöm a figyelmet mindenkinek. Tamás, köszönjük szépen, nagy élvezettel hallgattam, remélem, hogy még a többiek is, akik ott vannak kint a térben, és én mindjárt jelentkeznék is ide, felvételre vagyok, igen, elmegyek hozzád, és ezt végigbeszéljük. Nagyon megtetszett, főleg ez a margin, amit itt az anyagokon el lehetett érni. Érkezett néhány kérdés, amit a Zoom-os cseten átküldtem neked, nézd bele, és a... Mindjárt egyelőre még próbálom megfejteni, hogy ez hol van. Akkor esetleg megszüntetem. Jó, aha, most láthatóvá vált. Uh,
szemezgetek, jó? A kérdésed, mert van hosszabb, meg van rövidebb. Valaki azt kérdezi, hogy ez egy nagyon profitábilis munka, vagy nagyon kicsi a nyeresége. A kérdés jó, a kérdésre válaszolni nem olyan egyszerű. Az űriparban az a jellemző, hogy a projekteknek a leges legelején megállapodunk a vevővel, hogy mi mennyit végezzük azt a munkát. Ha sok tesztfélőr van, ha sokszor vissza kell menni a rajzasztalhoz, ha sok problémával állok szemben, amit nem igazán sikerül megoldani, akkor kicsi rajta a profit, ne adj Istenünk, veszteségre is átfordulhat. Viszont, hogyha nagyon jól előkészített a munka, és az embernek még egy pici szerencséje is van, akkor üzletileg is ez egy nagyon-nagyon kifizetődő tevékenység lehet. Kérdezik szintén, hogy látván, hogy ilyen sok próbálkozás és hiba van, hogyan lehet erre ajánlatot adni úgy, hogy ne legyen veszteséges? Hát ez szintén egy kockázatkezeléses kérdés. Az első igazi űriparos ajánlatunk az masszívan veszteséges volt. Tehát nem árulok el titkot. Azt gondoltuk, hogy hát mi ez a nagy kaland, néhány alkatrész, hát kifaragjuk, lepingáljuk, lefestjük, elküldjük, megteszteljük, majd írunk róla valamit, és akkor... És milyen sok pénzt lehet érte elkérni. És amikor elkezdtünk beletanulni, hogy ja, még ezt is kell csinálni, meg azt is kell csinálni, akkor végül is rájöttünk, hogy hát igazából az eredeti árképzésünk az nem volt jó. De ahogy az ember egyre több munkát csinál, egyre jobban fel tudja térképezni a kockázatokat, egyre jobban meg tudja mondani, hogy mondjuk egy kvalifikáció, egy technológiának a kifejlesztése, hogy mennyi időt és mennyi pénzt vesz igénybe, és gyakorlatilag egyre pontosabb becsléseket tudunk adni, és miután az űripar igazából nem árérzékeny, ezért mindig bele lehet építeni valamilyen tartalékot. És hogyha az ember ügyes, akkor ennek a tartaléknak egy jelentős részét zsebre tudja tenni. Ha nem ügyes, akkor viszont még bele kell tolni a projektbe, mert olyan viszont nincsen, hogy nem teljesít valaki. Olvasok egy másikat. A 3D nyomtatott alkatrészek már megjelentek az űriparban is, ráadásul olyan területeken is, mint például a rakéta hajtóműgyártás. Vannak olyan speciális, bonyolultabb geometriai alkatrészek, amelyek esetében az Admatis is ezt a technológiát választja? Jelenleg nincsen, ez egy perspektívikus technológia, ami még az egy gyerekcipőben jár. Tehát a 3D nyomtatás, ugye ezt mindannyian ismerjük, fillébe kell lehet venni, otthon is használható 3D nyomtatót. Igaz, hogy vannak már az űrben 3D nyomtatott alkatrészek, de nagyon sok problémát is generálnak. Tehát meg tudják oldani azt, hogy nagyon-nagyon trükkös 3D geometriás alkatrészt lehet ezekkel előállítani, de például a zárt tereknek a tisztítása, például a felületi érdesség kérdéskörét, azt nagyon-nagyon-nagyon nehéz megoldani ezeken a helyeken, és hogyha arra gondolunk, hogy tulajdonképpen, mikor fémalkatrészekről beszélünk, akkor tulajdonképpen ez kismilliónyi, icipici kis hegesztési pont, azaz minden egyes ponton áthőkezeljük az anyagot, ezért az a feltételezés, hogy az az elkészült 3D alkatrész, az teljesen homogén, nincsenek benne apró pici lukak se, illetve mindenütt ugyanolyan volt az anyagnak a hülési görbéje, amit, mint tudjuk, hőkezeléssel ez hatással van az anyagnak a szilárdságára, az egy nagyon-nagyon bátor dolog. De ha meg hőkezeljük, akkor ez más problémákhoz vezet. Magyarul mondva a 3D alkatrész, 3D nyomtatásnak van szerepe az űriparban, de nem fogja soha kiváltani az összes konvencionális technológiát, hanem én azt gondolom, hogy meg fog férni egymással a hagyományos és a 3D nyomtatott alkatrész is. Hogy miért nem foglalkozunk vele, ez elsősorban investíció kérdése, tehát nagyjából egy olyan 3D nyomtató gép, ami űripari minőségben is képes előállítani picike alkatrészt, tehát ilyen 20 centiszer, 20 centiszer, 20 centis alkatrészt, az nagyjából 1 milliárd forintba kerül. Mi pedig egy kis vállalkozás vagyunk, tehát ez egy olyan dolog, hogy ez szintén a nagyoknak a játszótere. Van még néhány komercionálisabb kérdés is, úgyhogy ha följebb mész. Igen, nézem. Mi a legnagyobb ellensége az anyagoknak odafenn, a hideg, a nap, vagy az egyéb láthatatlan
részecskék. Emlékszünk a Tesla Roadsterre, amit felküldtek PR-ban. Mi lesz azzal az évek alatt, hogy nézhet majd ki, hiszen hagyományos földi anyagokból készült. Hát azt javaslom, hogy abban a Teslában senki ne üljön be, de ha beül, akkor senki ne karambolozzon. Minden, amit itt a kérdező fölírt, az nagyon-nagyon szignifikáns hatással van az anyagokra. A hidegagyú az ugye az a ridegséget csinál. A nap, itt gondolom a sugárzásra lehet gondolni, az tönkreteszi a szerves anyagokat, elsősorban a szerves anyagokat és az elektronikákat. Tehát a sugárzás a sokkal-sokkal-sokkal erősebb odafönt, mint itt lent, és a sugárzás védelem az egy nagyon-nagyon komoly dolog, mert természetesen lehetne azt mondani, hogy minden burkoljunk be mondjuk ólommal, egy jó vastag ólom kabátot adjunk rá, de az űriparnak az egyik rákfenéje az a tömegcsökkentés. Tehát nagyjából azt szokták mondani, hogy egy kiló anyagnak az űrbe juttatása az durván egy kiló arany árának felel meg. Ebből az következik, hogy mindenki, minden mérnök faragja a grammokat, a dekákat, hogy hogyan lehet még könnyebbé tenni azt a valamit, amit feljuttatunk. Magyarul mondom, a sugárzás védelem az nem egy egyszerű kérdés. Azok az elektronikai komponensek például, amelyek bizonyítottan sugárzás állóak, azt az Amerikai Egyesült Államokban lehet kapni, illetve nem lehet kapni, mert a first grade-et azt fönntartják az amerikai hadiparnak, a second grade-et azt az amerikai űriparnak, és a harmad-negyed rangú termékekre lehet bejelentkezni másoknak is, és akkor vagy eladják, vagy nem. Tehát én például pont a Keops projektben a német DLR volt az elektronika egyik részéért felelős, és ők Amerikából próbáltak beszerezni elektronikai alkatrészt, kértek rá árajánlatot. Azt nem is mondták, hogy mennyibe kerül, mert jellemző az nem kérdés, tehát ez nem pénzkérdés, de azt mondták, hogy a szállítási határidő 2,5 év megrendeléstől. Na most talpán legyen az a projektmenedzser, aki ehhez egy jó planninget tud csinálni, hogy hogyan lehet ezeket kiküszöbölni. Még talán egy kérdés ott a végén most érkezett frissen. Van itt egy olyan, hogy meg lehet-e élni csak ilyen ritkán adódó űripari megrendelésekből, vagy több lábon kell állni? Hát ez filozófiai kérdés. Attól függ, hogy a cég milyen szinten kapcsolódik be az űriparba. Tehát egyrészt ezek nem ritkán adódó űripari megrendelések, tehát azért évente több száz műholdat lőnek föl, de miután, ha azt mondom, hogy egy műholdnak az építési ideje az olyan 10 év, vagy, akkor ebből azért az következik, hogy ha idén fellőnek 200 műholdat, most hasamra ütöttem, akkor igazából 2000 műhold épül. Mindegyik műhold x millió euró, akkor azért lehet látni, hogy, és mindegyik műholdon nagyon sokan dolgoznak, ez egy hatalmas piac. Magyarul mondva, hogy ha az ember megfelelő referenciákat tud szerezni, megfelelő múltat tud felépíteni, megfelelő tudást tud felépíteni, és alázatosan áll az együttműködéshez, akkor igenis én hiszek abban, hogy folyamatos és egyre komolyabb megrendeléseket lehet szerezni. Azok a cégek, akik nem komplett rendszereket szállítanak be műholdakhoz vagy az űriparhoz, hanem egyszerűbb dolgot, mondjuk ő csak festéket szállít, mondjuk ő csak csavart szállít, mondjuk ő csak egy kábelt szállít, nekik természetesen több lábon kell élni, és úgy kell kialakítaniuk a termék portfóliójukat, hogy a nagy volumen az mondjuk az, nem tudom, az autóiparba, vagy az nem tudom milyen iparba megy, és egyéb speciális alkatrészeket el tudjanak adni az űriparra, ő nekik sokkal-sokkal kockázatosabb csak az űrre koncentrálni. De a kockázatok oldalán például érdemes megemlíteni ezt a jelenlegi helyzetet, ezt a vírusos helyzetet, nagy gazdasági válság van, iparágok dőlnek be, iparágok kerülnek nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetbe, és az űripar pedig ez nem érinti. Tehát itt nagyon-nagyon hosszú projektek vannak, tehát azért nem áll le egy műholdnak az építése, mert holmi vírus jön meg itt a világba, 10 éven keresztül építik, ezt a néhány hónapra az emberek home office-ban mennek, az a néhány ember bemegy a laborba, szereli, és ugyanúgy megy tovább, a megrendelések ugyanúgy élnek, semmilyen negatív hatással nincsen. Az űriparra például ez az egészségügyi helyzet, ami szerintem egy kockázat csökkentő
iparág, vagy hogy mondjam, kockázatkerülő iparág. A 2008-as nagy gazdasági válság azt se viselte meg az űripart például. Hát az utóbbi évtizedekben minden évben x százalékkal nő, és ez várható, hogy ez a növekvés ez fennmarad, sőt, talán még intenzifikálódni is fog. Tamás, nagyon szépen köszönjük ezt az érdekes előadást, az összes választ a kérdésekre. Élmény volt hallgatni, és akkor ezzel be is fejezzük most a Mantűr Akadémiáját ma estére. Menj el pihenni. Tényleg nagyon kemény szépen. Ezt a most már több mint egy órát. Csúcsidőben több mint 50-en hallgattak minket, talán még most is ott vannak 55, hogy nekik is köszönöm szépen, hogy hallgattak. Találkozunk a legközelebbén. Tamás, még egyszer köszönjük szépen. Köszönöm, szép estét mindenkinek.